בשבועות האחרונים היית מאוד עסוק. היה קונגרסz. Az elmúlt hetekben nagyon elfoglalt volt. Kongresszusokon vett részt. Tartottak megemlékezést a jomkipuri háborúra. Voltak gondok Iránnal. Merre tart most Izrael? זה שאני הייתי עסוק, זה היו לזה סיבות, רק סיבות טובות. כשאני לא עסוק, זה לא בסדר. Az én elfoglaltságomnak csak jó okai voltak. Az szokott a baj forrása lenni, ha nem vagyok leterhelve. Nagykövetségi csapatommal együtt azon vagyunk, hogy Izraelt másképpen mutassuk be. Sok az erre irányuló projektünk, mint például az innovációs nap volt október 3-án a Graphisoft Parkban. Remek esemény ez, sok magyar résztvevővel, fiatalokkal, újítókkal, akik izraeliektől jöttek tanulni. Most kezdődik majd az igazi munka, hogy hogyan lehet együttműködni. Részt vettünk a zsidó életről és a közép-európai antiszemitizmusról szóló konferencián. Vendégül láttuk Lapid miniszter urat, aki Navracsics miniszterelnök helyetteshez hasonlóan fontos beszédet tartott a parlamentben, melynek jelentősége önmagáért beszél. אירחנו את השר לפיד, שר האוצר, שנשא נאום מאוד מרגש ונאום חשוב בפרלמנט, גם סגן ראש הממשלה נברצ'יץ' שנשא מאוד נאום חשוב ביותר. גם אני השתתפתי בו, זה היה כינוס חשוב שחשיב אותו בעצם קיומו. באחד מהכינוסים אמרת שב-1973 התפוצצה בועה. הבועה... Az egyik konferencián azt mondta, hogy 1973-ban kipukkadt az a bizonyos buborék, vagy jobban mondva az önállítás buboréka, az izraeli téveszme, hogy Izraelnél nincs erősebb, hogy azt meghódítani vagy leigázni sehogy sem lehet. Ennek ellenére pár nap erejéig a Jom Kippuri háború idején úgy tűnik, hogy az ellenségnek mégis sikerült. Leoivim kara. Mámacav hajom. כן, אז שילמנו מחיר גדול על השחצנות ועל ההיבריס ועל הארוגנטיות שלנו מול העולם הערבי. אני בטוח, אני לא מקווה, אני בטוח שלא... Nagy árat fizettünk akkor önelégültségünkért, arroganciánkért az arab világgal szemben. Biztos vagyok benne, hogy azóta megtanultuk a leckét, az ellenséget nem becsüljük már alá, másrészről pedig még mindig erősek vagyunk, mint katonai, mint más szempontból is, a közel-kelet legerősebb állama a miénk. Ha csak körülnézünk, abból is kiderül, hogy a környéken mi vagyunk a stabilitás szigete, akik akkor is fel vannak készülve a háborúra, amikor a békét kutatják. Nagyon remélem, hogy megtanultuk a leckét, és az izraeli társadalom is sokat változott 1973 óta. Ma már a lakosság több mint 50%-a úgy gondolja, hogy a két állam megoldás az egyetlen járható út, azaz a kompromisszum. Ma már próbálunk jobban az izraeli társadalom belső problémáira összpontosítani, hiszen azok nálunk is vannak. Nem megoldhatatlanok ezek a gondok, de kezelni kell azokat. Ne feledjük, hogy Izrael nagyon fiatal állam, hiszen történelmi szempontból 65 év alig jelent valamit. És bár ez lenne az általános nyugdíjkorhatár, ünnepélyesen bejelentem, hogy nem megyünk mi sehová, sok még a munka. 1973 óta nagy utat tettünk meg. Erőseknek kell lennünk katonai, társadalmi és gazdasági szempontból is, a kihívások ugyanis nagyok. Mint például Irán, Szíria, a terroristák, a rakéták. צריך להיות חזקים, גם צבאית, גם חברתית, גם כלכלית. האתגרים גדולים, האתגר של איראן, האתגר של סוריה, האתגר של טרור, טילי, טילים. מה פרבוסת התאמת? מי שתותניק מושת איראנל? Irán zubája. Irán egy probléma. Bevezettek most egy kedveskedési stratégiát, amit sajnos sok jó ember elhinni látszik. Nem tudom, hallott-e már róla, hogy több ország az Európai Unióval, közöttük az Egyesült Királyság is megújítja kapcsolatait Teheránnal. Kol medina szuverenit lachlit mashi chushevet lenachon. Anachnu adayin bedaa ve ani mitzaer sheanachnu kemedinat Israel ve hamedina hayechida shemenasa lekalkel et hamesiba. Nézze, minden szuverén országnak joga van eldönteni, hogy mit szeretne. Mi még mindig a régi véleményen vagyunk, és sajnálom, hogy Izraelként pont mi vagyunk azok, akik mindenkinek itt elrontják a jó kedvét. Viszont ezt tapasztalatainkra alapozzuk, hiszen a régióban élünk.
Emellett óva intenék mindenkit attól, hogy Iránnal szemben bármi megértést tanúsítson, mielőtt egyértelmű módon leállítják atomprogramjukat. Ez egy légyfogó csapda. Csak arra tudunk mindenkit figyelmeztetni, hogy ne ragadjon bele. Sokan azt hiszik, hogy a szankciók azonnal megszűnnek, és már azonnal lehet üzletelni is. Egyrésztről ez nem történik olyan gyorsan. Másfelől pedig az irániak nagyon okosak, a piac, az alkudozás és a kereskedői hozzáértés hazája ez. Mindent meg kell tenni azért, hogy a szankciókat fenntartsák, míg Irán nem bizonyítja, hogy nem katonai célokra használja a atomprogramját. לעשות הכל כדי שהסנקציות יימשכו, כל עוד איראן לא מוכיחה שתוכנית הגרעין שלה היא לא לצרכים צבאיים. לסיום, קראתי במקום מכובד של שגריר ישראל, אחי, azt olvastam, hogy a Budapesten lévő nagykövetek közül az izraeli a legaktívabb. Ha jól értem, akkor ma este két zsinagógában is ellátogat. Korábban egy interjúban az egyik rabbi azt mondta, hogy ön zsinagógából zsinagógába megy, és valami másfajta Izraelről beszél. Először is arról, hogy én vagyok a legaktívabb. Ha ez bók, akkor köszönöm. Ha megróvás, akkor nem tudom elfogadni. Igen, ma este valóban zsinagógába megyek. Rengeteg zsinagóga van Budapesten, és sajnos nem tudom megígérni, hogy mindegyikbe ellátogatok. De szerintem fontos, hogy időnként megjelenjek a péntek esti imán, beszélgessek a közösséggel, főleg, hogyha fiatalok is jelen vannak. Arról az Izraelről beszélek, amelyet ma látunk, amely a békét kutatja. Kivált a doktor Kavod, kapott egy díszdoktorit, és a beszéde alatt mindenki azt várta, hogy majd Izrael harcairól beszél, ehhez képest a mezőgazdaságról, a nanotechnológiáról beszél. Igen, ez az a másik Izrael. Megpróbálok nem a konfliktusról beszélni, attól függetlenül, hogy persze a konfliktus ettől még létezik és kezelni kell. A magyar közönségnek, és nem feltétlenül a zsidóknak, szeretném megmutatni Izrael más aspektusait. Ilyenek a mezőgazdaság, a nanotechnológia, az öntözés, a tudomány, a kultúra, és még sok-sok más. Nagykövet úr, most, hogy így négy szem közt vagyunk, áruljon el nekem valamit. Azt hallottam, hogy a nagykövetség három települést szeretne meglepni. Pontosan kiket és milyen ajándékkal? Ez is titok. Na, mégis. אני לא אגיד את השמות של הכפרים, אבל אני חושב שבשיתוף פעולה של השגרירות עם חברת השקיה גדולה מהארץ, חברת נטפים, אנחנו ניתן במשך אוקטובר ניסע לכפרים קטנים. A települések nevét nem árulom el, de az izraeli Netafim befektetői céggel együtt a nagykövetség októberben különböző településekre látogat majd, ahol családi öntözési rendszereket adományozunk, azaz kis öntözési rendszer csomagokat, amik 2-3 családnak elegendőek. Célja a jobb vízgazdálkodás. Cseppenként több termés, ez az új mottónk. Nem szívességről vagy adakozásról van szó, csak bizonyítani szeretnénk, hogy Izrael egyszerre képes és hajlandó a segítségnyújtásra. Ha a segítségünket elfogadják, annál jobb. Ha nem, akkor nem. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד כאן. אנחנו רק רוצים להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה ידידותית, מדינה שיכולה לעזור, מדינה שרוצה לעזור, אם העזרה מתקבלת, אדרבה ואדרבה, ואם לא, גם זה טוב. תודה. תודה. שבת שלום.